Sziasztok, innen Bios 98 vagyok, és mint láthatjátok, ez itt testégen, itt ez testégen. Igen, és hát, magyarul, majd meg fogjuk venni a következő meccs után. Na, akkor már meg lehet venni, persze. Na, és akkor játsszuk le a meccset. Play match. Ja, és leseréltem, szóval jobb lett az összhang, 51-es. Már. Ez nem jobb. Na, ez így még plusz is lesz. Ezt le kell vinni sajnos. Jöjjön fel, hogy 58-as, és így már jó összhang. Minden más 53-as összhangunk van. Játszunk is a ausztriaiak ellen, az STR Alta ellen. Hajószra. Jó, a mezők, azt látom. És akkor játszunk is! Itt van pontosan itt a gépnél, monitornál a macskám. Hát ez szar volt. Mindegy, kezdjük is a meccset! Első percben. Hiszen testégem most olcsó, 1500 a... 1300-1400 így a... az olcsóbb fajtája. És ezt most megfogja a kapus. Ja. Igen, nem érek oda. Oda érek, ott vagyok. Oda passzoltam, bepasszolom. Bemegyek vele, vagy mégsem. Jó, akkor bepasszolok. Az szép volt! Ez kifejezetten szép. Igen, igen. De oda... Át. Gól! Sveti gól első! A hatodik percben Johnny egy spanyol játékos belőtte, méghozzá egy aranyjátékos, de nem ritka. Mindegy, aranyjátékos, az a lényeg. És hogyha az arany, az jó. Az arany, az jó. És akkor bepasszolom. Vissza. Mellésles. Igen, les is volt. Szóval nem ért volna. De les gól lett volna. Nem ment volna be, meg nem ért volna. Szóval jó ez így most ez a... Ja, és ma megkérdeznétek, hogy miért van ennyi videó? Miért van Ultimate Team ennyi? Ma? Miért van 4 rész? Azért, mert holnap nem... Szóval nem tudok videózni. Hát de úgy 4 rész, hogy ennek a folytatása, meg ilyesmi. Szóval, hogy a következő részt látjátok, akkor abba fogjuk megvenni testégent. És gól. Pellegrini. Egy jó olasz játékos. 13. percben második gól. 2-0. Bremen VFB. STR Alták ellen. Látszottunk. És az STR Alták ellen. Na jó, jó, hogy lefújják. Ezt megérdemeljük. Igen, bepasszolom vissza. Hát, ez mi volt? Rólunk pattan, hogy valami olyasmi, de... Hülyeség volt bepasszolni, hülyeség. Ha bemeltett volna. Egyre jobbak vagyunk szerintem. Már látszódik rajtunk is a fejlődés. Nem oda akartam, meg nem is akartam passzolni, rálőhettem volna én. Hülye! Nézzük,
elvesztették a labdát. Bemegyünk, és ez a gól! És nem, ott kellett volna lenni a kipattanón. De nem vagyunk ott a kipattanón. Jó, hogy nem fújják le, és... Szöglet! Nagyon ritkán van egyébként szöglet. Remélem, jó lesz ez a szöglet. Gól! Han Young-soo, egy japán ember, CB-s 61-es, hihetetlen, és jól befejeli, hihetetlen, egy fejes gól, nem olyan gyakran szokott lenni. Igen. Lesérült az a játékos. Az jó. Most mi volt ez? Ilyen még nem is hinném, hogy még láttam ilyet, hogy így bedobták, vagy valami ilyesmi középen. Ez fura volt. Minden esetre. Az szép lett volna, hogyha most 11-est kapunk. De Lucky elbaszta azt a 11-es. Szóval... Aj, bazd meg, szar lövés volt. Róli ment ki. Jó, Johnny. Johnny belövi és... Ah, szép volt! Az jó. De még közel sem szabadultak meg a... Ők rúgták ki. Ez nagyon szoros meccs magyarul. Jó, berúgjuk és... Á, jó lesz volna, hogyha bemegy, de nem. Igen, és... Gól! És... Sbrissa lőtte be, vagy Sbrissa, hogy ez nem tudom, itali, és kurva büdös, mint a szemétől. Fú, de büdös. Itt van mellettem a szemetes zsák. Igen, és nem. És de, nem. Sem hiszem el. És nem. Ez most jó meccs. Ez kifejezetten jó meccs. Meg jó kezdés, meg ilyesmi, szóval... Nem, hogy már itt a harmadik résznél tartunk, és már nehéz testünk. És csak passzoltam, ha lőttem volna, akkor bemegy. Bemegy akkor. 4-0 már most. Az szép, hogy már most 4-0. Kezdeti meccsen 5-0-ra győztünk. De jó lett volna. Kagugagaga blabla. Na. És nem veszi el, már izgatott vagyok, mikor lesz már meg az ötödik gól. Jó, hogy lefújják ezt. Oda megyünk. És akkor oda. És már megint mindegyik meccsen rúg a portugál éder. Ember 9-es sorszámmal, 43. percben, 5. gól, 5-0 vezetünk. Eddig 9 percen megy a videó. Ezt akarjátok tudni. 9 perc. Na gól, még egy gól. El Pellegrini. Jó, olasz játékos, 44. gólba, 44. percben, 6. gól. Mindig eltéveztem a gólt, mert oda van írva, és gólt ejtett perc helyett. Szóval, na. Mindegy, jó nagy gólt. Hát ez egyértelmű, hogy mindig győzünk a következő meccs előtt. Meg a következő rész végén még testégen megvesszük.
És akkor az úgy lesz, hogy testégen, nem majd csak hétfőn játszunk. Hétfőig kell várni majd testégenre, hogy megnézzük, hogy milyen a tehetsége Kabusnak. Hát bár az a baj, hogy nem kell félnünk most a Kabus szemszögéből. Viszont először megveszünk testégent, és testégen után lesz pénzünk Götzére 7500. Az a legolcsóbb götze, és ritka arany az is, szóval majd azt is megveszünk, csak így először testégen jó kapus, aztán jó támadó legyen. Mert így is elég jók vagyunk, szóval amikor már vége az egyszemélyes idénynek, azután már izét fogunk csinálni, online idény rendes, csak még így még meg kell csinálni azt, hogy jól felfejlesztjük az a magunkat. Az szép gól lett volna. Johnnak ez már a harmadik szöglete ezen a meccsen. Jól rúgja a szögleteket, az egyik be is ment. Az nagy szám volt az a szöglet. Főleg ugye egy japán vagy egy kínai ember lőtte be. Ah, szép volt! És második gólja a portugál Édernek ezen a meccsen 51. percben. Hihetetlen. Így vezetünk 7-0-ra. Az nem gondoltam, hogy idáig eljutunk a 7-0. Ilyen bénáknak nem lehet lenni nekik. Hogy mondom, ilyen bénáknak nem lehet lenni nekik. Ez kicsit furán mondom is! Kirúgja. Hiába súszik utána, kirúgja. Hova rúgom én? Hova dobom? Na. Igen. Na, bazd meg, mit képzelsz? Mit képzel ez a csávó? Tökre jó egyébként. Na, Lucky. 7. osztályban van fent rendes, mint az első osztályban. Hát nevezem már Indulás a nulláról című sorozatát. Jó megvágja meg ilyesmi. Nagy szám, szóval az jó. Jó bíróságom. Ah, szép. Szépen kipattant, és Johnnynak ez már az 5. szöglete? Igen, szóval Johnnynak 5. szöglete, abból egy ment be. Hát, kicsikét gyenge. De ő a legjobb szögletrugó biztos. Ugye ezt adja ki eleve. Ha bement volna, szép lett volna. Mindegy. 61. perc. Sziasztok, én 98 lettem volna. Ultimate Team. Hanyadik részével? Mindegy, na. A FIFA 16 Ultimate Team harmadik részével. Sziasztok.